A legenda szerint a nyírség és a szatmári síkság tájékán az ecsedi láp tanyázott egy förtelmes sárkány, akit bátor oposz vidész győzött le, kitör vannak három fogát. A király megjutalmazta a vitézt, akitől a bátoriak magukat származtatják, a három sárkányfog képmása pedig bekerült a családi címerbe. Évszázadok múltán egy sajátos fesztivál végén itt a Nyírbátori Minorita Templom körül újra és újra megigéződik a sárkány legendája. Idén már napokkal a fesztivál előtt figyelhetik a gyerekek, hogyan kell ki a tojásából. Nyírbátorban a Papok rétjén, ha körbenézünk, akkor látunk tavat, vass sárkányt, gyönyörű Minorita Templomot, és itt a helyszínen a Koronateátrum előtt egy fantasztikus sárkány tojást, ami tehát igazándiból ö, péntekre fog kikelni ebből a sárkány, és minden este 17 és 19 óra között a gyerekek hallhatják is majd, hogy hogyan próbál kijutni ebből a sárkány, és a nap melegítő sugarai hogyan érlelik, hogyan fejlődik benne a sárkány, és lehet hallani is, ahogyan ez reped, füstöl ez a tojás, és a sárkánynak a hangja is hallatszik már bentről, hogy bizony nagyon kikívánkozik. Úgyhogy pénteken hajnalra ez a tojás, ha minden igaz, akkor innen eltűnik, és péntek este a felvonulásban már részt is vesz. A település legfontosabb turisztikai rendezvénye ez a fesztivál, idén július 8-a és 10-e között, én már 24. alkalommal. A városnak alapvetően a turizmus az elmúlt évtizedekben rendkívül fontos volt, nagyon sok fejlődés, fejlesztés valósult meg az elmúlt években, és valóban a Szányos Sárkány utca színházi fesztivál az egyik emblematikus fesztiválja a városnak ebben a tekintetben, hiszen maga a sárkány az a bátori család ősi jelképe, és egy a város ősi jelképe, az új dizájnunk, ami a sárkányok földjén szlogennel valósul meg, az is erre a legendára épít, és ennek a klasszikus rendezvény ami egy kicsit rendhagyó, más stílusú, mint amit egyébként Magyarországon megszoktunk, az az utca színházi fesztivál, úgyhogy nagyon készülünk rá és várjuk a vendégeket. A korábbi évekhez hasonlóan többek között a vízi színpadon, a koronateátrumban, a fesztivál színpadon összesen tíz helyszínen zajlanak majd a programok, ahol utca színházi előadások, bábjátékok, pamptomi mesek, lábasok, koncertek, gyermek és felnőtt programok és gasztronómiai finomságok is várják a több ezer vendéget.